alig több mint két hét telt el, hogy Budapest népe kirobbantotta Európa utolsó forradalmát. Ezúttal a szovjet megszállók és itthoni kiszolgálóik ellen harcolt a magyar nép. És mint már annyiszor, népünk szabadságharcot vívott a megszállókkal, végsőkig, elszántan, magányosan. Most azonban nem a harcolókra fogunk emlékezni, kezünkben a kenyérre. November 8-án híre futott, kenyeret sütnek a Fröling pékségben. A helyszín a Fröling pékség, mert még mindig így nevezték az államosítás előtti tulajdonosról, az Üllői út, Becsési utca, Rába utca alkotta a háromszög. Az emberek örültek a hírnek, hiszen több hete kisebb megszakításokkal folyt a harc, és a harcok alatt kiürültek az éléskamrák. Ismétlen nem harcosokra emlékezünk, nem is tüntetőkre, egyszerű emberekre. Egyszerű emberekre, akik nem gondoltak a nagypolitika ármánykodására, föl sem merült bennük Hruscsov, a csatlós országok kommunista vezetőinek paktuma, hazánk szabadságának eltiprására, a nyugat-európai államférfiak, ha megérdemlik ezt a nevet, az amerikai elnök álszent viselkedése is alig ha jutott el hozzájuk. Magányos, egyszerű, mindennapi emberek voltak, akik megígérték az édesanyjuknak, apjuknak, fiúknak, lányuknak, testvérüknek, esetleg a szomszéd néninek, hogy kenyeret visznek haza. Beálltak a sorba, vártak, érezték a frissen sült kenyér illatát. A hosszú sor megkerülte a pékséget, az Üllői úton is folytatódott. Megkezdődött a kenyér árusítása. Az Üllői úton őrjáratozó tankok válatlanul lövöldözni kezdtek, valószínűleg a laktanya irányába, és az emberek hátborzongva hallgatták, hogy a fejük fölött süvítenek el a lövedéket. Az egyik közvetlenül a benzinkút előtt csapódott be, majd a következő, mielőtt még az emberek hazamehettek volna, derékbe találta a pékség előtti villanypóznát, és a repeszek letarolták a kenyérért sorban állókat. Aki nem sérült meg, többek között szemtanunk Tóth Ferenc, kirohant és megpróbálta a sebesülteket, a halottakat a pékség melletti telekre hordani. Sokukat ismerte, például közeli szomszédjuk is, és lánya is a súlyos sérültek között volt, és az édesapa később meg is halt a kórházban. Utána még mindig lövöldöző tankokat megkerülve a kertek alatt két közelben lakó doktort keresett fel, Wiedemann orvosdoktort és Szegő Lórándot. Mind a kettő azonnal ment a sebesülteket menteni. Sajnos egy oktatási intézmény is a helyszínek közé került. A halottakat, akiket nem tudtak azonosítani, bevitték a Kassa utcai iskolába. A kutatás jelenlegi állása szerint 16-an veszítették életüket. A legfiatalabb 13 éves volt, diák, leány természetesen, a legidősebb pedig 81 éves volt.